Sánta István előadása nyitotta meg a Múzeumok őszi fesztiválja programsorozatot. A szociálantropológus mongoliai útjáról tartott élménybeszámolót az érdeklődőknek. Kutatómunkáját Diószegi Vilmos halálának 50. évfordulója alkalmából végezte, aki a belső ázsiai népek sámánizmusát vizsgálta. Jövőre lesz a 100 éves születéséve, és ennek alkalmából idén Mongóliában jártunk, és megpróbáltuk felelni a nyomát a kutatásainak, 1960-ban járt ott, és erről egy beszámoló, erről az utazásról. Mindebbe és a nomádok mai világába nyújtott betekintést előadásán a Csók István képtárba látogatóknak, valamint beszámolt a Mongóliában szerzett tapasztalatairól is. Egy élő nomád kultúrával lehetett találkozni az országnak a középső északi részén. Akárhova nézett az ember, nomád sátrakat és állatok tízezreit. Nekem, aki bejárta egész Közép-Ázsiát és Dél-Szibériát, Kelet-Szibériát, ez egy hatalmas élmény volt, hogy nem a turisták része, nem kirakatból, hanem élőben lehet nomadizmusra találkozni. A fesztivál programjai a héten folytatódnak, október 4-én Czóbel kiállításra, 8-án pedig az Alumíniumipari Múzeumba várnak mindenkit.